ó, jó uram, nem tudom már, hűséges kihez legyek. Törvényedre sújt le kardom, ha ölnöm kell, hogy vigyelek. Mondd, mennyit ér az ember, ha bűntelen, de gyenge. Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. A zongorán kíséri magát az óbecsei Koncz Antónió. István királyként a Távol vagy tőlem című dalt adta elő az István a király iskolába megy című program keretében meghirdetett énekversenyen, amelyen az egész Kárpát-medencéből részt vettek általános iskolás diákok. Kiskorom óta zenével foglalkozok, imádom a zenét, tanulás közben is zenélek, minden közben. Hát szeretem, mert teli van ritmusokkal, meg minden ilyen felvidít, meg jó kedvre derít. Antónió, vagy ahogy a legtöbben szólítják, Toncsi, zongorázik, hegedül, énekel, táncol, otthonosan mozog mind a népzene, mind a popzene világában, emellett verset és prózát is szívesen mond. A Toncsi, amióta megszólalt, ő azóta énekel és táncol. Imádja a zenét, ő zenén keresztül tanul mindent. Először megzenésíti a prózai szöveget, és utána elmondja. Ő neki ez a vérében van. Ahogy zenét hall, ő azt le tudja játszani. Egyszerűen a zene az Toncsi. A 13 éves fiú zenetanárnője Károly Andrea ösztönözte arra, hogy tegye próbára magát a versenyen, és segítette a felkészülésben is. Úgy gondoltam, hogy talán ő az egyedül olyan gyerek, és annyira komplex kisművész, aki meg tudja ugrani ezt a feladatot, mert azért ez egy igen összetett feladat. Nem könnyű ezeket az énekeket elénekelni, és hát mindenképpen a tehetségére és a képességeire építkezve gondoltam úgy, hogy bátorítani fogom ebben. Toncsi a Buba Mara bandben is zongorázik, ahol pop és rock dalokat játszik. A klasszikus zenében is voltak sikerei, zongora versenyekről több trófeát is hozott haza. Mindkét műfajban Lovas Gyantától sajátította el az alapokat. Sa Antonijom sam se prvo put susrela još u vrtiću, kada je nastupio na jednoj dečoj priredbi, gde je među tom ostalom decom izuzetno bio glasan i on je imao jako lep glas još u to vreme kad je bio jako mali i iz njega se videlo da će on jednog dana da se bavi muzikom i da će biti muzičar. Bila sam te sreće da je već sledećeg godina upisao muzičku školu i da je eto kod mene upisao, odnosno pripao da bude kod mene na klaviru. Tako da se je naša saradnja počela još jako davno i on je izuzetno brzo napredovao i vrlo rano je krenuo da ide i na pijanistička takmičenja. Toncsi orvos szülei, négy gyermeket nevelnek, a családtagok szigorú kritikusok, ha a fiú teljesítményéről van szó. Időt kell arra is találni, hogy ővel tudjunk külön foglalkozni, de most ezt mindenki egyénileg megteszi, és mi vagyunk a legnagyobb kritikusai. Szegény gyerek vért izzad, mire mi azt mondjuk valamire, hogy na jó, ezzel kiléphetsz az ajtón. A fiúnak a zenét illetően határozott tervei vannak. A cukulelét szeretném nagyon megtanulni, azért, mert nagyon cuki, kicsi, és könnyű rajta megtanulni az akkordokat is, szólozni is könnyű rajta. Kompakt, kicsi, könnyű, meg nagyon jó hangja van. Hosszú távon részt szeretnék venni a középiskolások művészeti vetélkedőjén, a KMV-n, szólóénekkel. A versenyprodukciókat a www.iskolaistvan.hu/szavazás oldalon lehet értékelni. Antónió esetében ehhez a szólisták kategóriájában István szerepét kell kiválasztani. Az első körös szavazás március 31-ig tart, és ebben a körben szerepenként 3 énekes jut tovább. Eléggé sokat készültem. Elejben azt hittem, hogy nagyon nehéz lesz, de aztán amikor megláttam a kottát, az egész csak ismétlődik. Elejében tartottam tőle, de végül jól kijött. Nagyon sokan részt vesznek rajta, ezért egy kicsikét félek, hogy tovább jutok-e vagy nem. De
remélem, hogy meg lesz a továbbjutás. Elsőkörös eredményt április 1-én hirdetnek, a továbbjutott szólisták új videót készítenek, és május 4-e és 14-e között újabb szavazás következik. A legjobbak egy stadion méretű helyen fogják bemutatni a művet, és elutazhatnak majd Párizsba, ahol egy versailles-i kirándulás keretében megnézik a trianoni szerződés aláírásának helyszínét is.